szeptember 29-i Epic ingyenes játékok közül nem tudtuk megnézni a The Drone Racing League-et, úgyhogy most ez jön. A Rambót már megnéztük, mert annak működtek a szerverei úgy, ahogy azt legalább el tudtam minden indítani, noha nem tudtam veletek játszani. Jó kis versenyplatformer játékról van szó, olyasmi, mint a Speedrunners, de most nem ez a lényeg. Drone Racing League-ezni fogunk, ez a terv, és egy pár perce néztem meg még a stream indítása előtt, hogy működnek a szerverek, tehát tudni fogok játszani ezzel a játékkal, és ha jól láttam, kérnek hozzá egyébként kontrollert. Ez egy 2017-es game, ami elég sok, hát megjelent egyébként amellett, hogy van PC-re, megjelent PS4-re, Xbox-ra, és lehet játszani Mac-en is. Bizony. Na nézzük. Nagyon elitisták a játékosai ennek a szimulátornak, mert akik ezzel játszanak, azt mondják, hogy ez nem is egy játék, ez egy szimulátor. Tehát ezt nem lehet úgy élvezni, mint egy játékot. Megmondom, jól van. Ezt végignézzük, mert nagyon menő. Ráhangol minket. Ja, és azt is mondják, hogy ehhez külön ilyen speckó kontroller kell, hogyha ezzel akartok játszani. De nekem csak ilyen gagyi, igen, botkormány, nekem csak ilyen gagyi duások négyen van. Működik, úristen, hát ilyen loading csíkok eddig még nem voltak a játékban. Ez már az. Persze, ha nem azzal csinálod, ne csodálkozz, hogy nem fogod élvezni. Hát jó, de hát az Epic nem küldött nekem. Nem küldött nekem ilyen bot kormányt. Billentyűzete nem is megy. Kírja itt alul, hogy nincs kiválasztva a kontroller. Aha. Kalibrálás. Hát nem tudom, én erre nem merek rányomni. Aha. Ezt én csinálom. Ez a... Igen. Bal analóg. Jobb analóg. Ezek a gomba... Opa. Jújjúj. Valahol beléptünk. Oké. Okay. Jól van, jó lesz ez. Srácok, mehet a pro mód? Jó lesz a beginner nekünk. Mert még azt mondják a nagy drónosok, hogy... Hi, I'm Tony Niddle, the voice of DRL. And I want to thank you for downloading the DRL sim. If you are new to FPV, I recommend that you select beginner from the menu on the right. Jó, hát hogyha Tony azt mondja, hogy a beginner módot kell választani, oké. Okay. And if you're a veteran, click on Pro. If you have any trouble throughout your experience on the DRL sim, please reach out to us via the Discord link below, or the help link, which can be found in the settings menu. Köszönöm szépen itt a helpet meg ilyenek. Itt jobb alul láthatjátok, nem tudom, hogy kell kontrollerre oda menni, 310 játszanak a játékkal jelenleg. Ha jól értettem. És... Az a V-Sync az nekünk nem kell. Ja, kapcsolunk nektek kocka számokat. Jó, és akkor beginner. Na, 9 mission van. Balloon hunt. Learn to fly. Most ez az. Learn to fly. Hoppá. New York kapuj. Mehet. Hát ez... Nem tudom. Teszek rá hangot, srácok, mert... Tehát, hogy az intro az iszonyatosan hangos volt. De a játék meg halk.
Csak a szoki, srácok. Igen. Jó. 33 méterig felemelkedtünk. Miért ilyen ugrálós cuccra indulsz? Majd a nagy drónosok, a drón szakik megmondják. Én nem tudom. Aha, igen. Tehát ezzel tudunk forogni. Igen, és akkor... közel kell menni a zászlóhoz. Neki fogunk menni. Tutoriál. De csak, hogy közel kell hozzá menni. Ó, ez nagyon az alapok. Oda néz. Join my race. Jaj, most ez végig itt fog spamálni, hogy Jóska Pista elkezdett játszani a játékkal, és hogy csatlakozzunk hozzá. Ezek most itt a... hol vannak? Hol lehet kikapcsolni? Menü notifikáció. Ott van. Ó, de jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. In-game chat kell a fenének. Köszi szépen. Akkor most már jó lesz. Na hát azért csak kaptunk még egyet. Na. Bzz, 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 bzz. Ez valami, ez a leggagyibb drón, ugye? Valami katonai drónnal akarok nyomulni, srácok. Hát ez nagyon megy. Jó, hát akkor menjünk el a zászlóig. Az, hogy megállít minden egyes lépésnél, ez szörnyű. Jó, de mégis csak a tutoriálról beszélünk. Tehát itt azért valószínűleg ez a szimulátor úgy készült el, hogy nem veszi figyelembe azt, hogy vannak gamerek, hanem tényleg, hogyha meg akarsz tanulni drónt irányítani, akkor így kell. Na hát, és most az a cél, hogy átmenjünk a kapun. Jó. Easy. Srácok, easy. Ezt magától csinálta. Most elmondja, hogy melyik mozdulatot hogyan hívják. Rotter meg Joe. Azt hiszem így kell mondani. Illetve ez a mozdulat, ez a roll. Amit most csinálunk. És amikor megyünk előre, az meg a pitch. Ez itt nagyon pitch, srácom. They see me rolling. És már majdnem, hogy debel a srác itt mögöttem. Nagyon jók voltak ezek a beállítások, srácok. Még mindig jönnek az invite-ok. Menü notification, igen, in-game notification. Jó, Englandó. Van, úgy néz ki, hogy itt bármit állítasz, az így nem működik. Bravo. Mehet tovább. Online-nál nem lehet átállítani offline-ra? Igen? Ugye megnézem.
Ja, látom. Hát így nem lesznek feltöltve a versenyidőink. A francba. Francba se. Nézd meg, Ati milyen tippeket ad. Nézd meg. Azt mondja, hogy állítsam át offline-ra, erre kikrásel a játék. Hát erre nem volt felkészülve. Tehát, hogy vannak olyan játékosok, akik offline akarnak játszani, hát ez nem lehet. Ez nem lehet. Aj, Ati. Aj. Hát offline, hát hova gondolsz, Ati? Aj. Hát de ez milyen dolog már, hogy így offline-ba akarsz játszani, és így... Jó, hát akkor kikrásselek. Végül is csak egy 5 éve futó játékról van szó. Biztos, hogy ezt még senki nem próbálta ki. Mi lennénk az elsők, akik kipróbálnák az offline módot? Szevasz, Gerépa. Szia, Szkercó. Hát ez egy mobilos játék, mobilon szokott újraindítást kérni az app, ha átállítasz valamit. Jogos. Jogos. Na! Missions. Onboarding. Onboarding. Na, ez kell nekünk. Pitch! Biztos az volt a gond, hogy tutorial közben voltunk, miközben offline akartunk menni. Az offline mód az, amikor nem megy a game. Ha offline akarsz játszani, akkor keres másik gémet. Hold any button to skip. Na. Tehát a cél, hogy A pontból B pontba landoljunk. A pontból B pontba landoljunk. Elsőre. Bocsánat. Hú, de mit pittyeksz? Mit pittyeksz? Azt mondták, hogy nagyon jó. Nagyon jók a skilljeim. Tehát, hogy erről nincs mit beszélni. Na? Roll. Hova kell landolni? Jó. A pontból B pontba kell menni, de használni kell a rollt most. Amúgy én elfelejtettem, hogy az melyik. De valószínűleg jól csináljuk. Mindjárt robbanni fog, srácok. Készüljetek, robban a bomba. Boom! Nice, azt mondja nice, de hát nem is vagyok rajta. Ja, vigyük vissza. Nézzek, én meg itt nevetek. Nevedgél, nevedgél a streamer. Nem veszik komolyan. Jó. Megvan. Üdvözlök, srácok, sziasztok. És akkor Training in the Sky with Diamonds. A Diamonds az nem a gyémánt, hanem hogy át kell menni azon a... az akadályon. Jó. Hát de ezt már csináltuk az első missionon is. Most ez miben másabb? One more time! Ott híd volt, nem van. Igazad van, igazad van. Szkem van, abszolút igazad van. Mi? Ja? Nézd, na látjátok? Látjátok?
Na, rögtön lehet hibázni. Rögtön lehet hibázni. Kaptunk még egy akadályt, és nem vettük észre. Hogy nyomja a debet? Így. Jó. Ez volt a negyedik mission. Mehetünk tovább. Roof and roll. Csak rollt használok, és újra landolhatok. Értem. Az melyik gomb? Van-e rangmód benne? Vannak versenymódok. Ja, csak... még nem néztem meg semmit. De csak azt nézem, hogy kétféle tutoriál van. Most vissza kell menni? Nem is figyeltem. Most meg vissza kell. Ha. Azt mondja még mindig a játék, hogy még mindig nagyon jó pilóta vagyok. Szóval mehetünk tovább. The Diamond Path, hatodik misszió. Amúgy meg kell, hogy mondjam, én szeretem ezeket a... szeretem a játékokban az ilyen jellegű challenge-eket. Júj, hát itt már... ajjaj, itt most már több mindent is enged használni a játék. Na most már úgy érzem, hogy kezd nehezedni. Egyébként. Kéne gyorsabb drón? Hát én már megmondtam az első körben, hogy jöhet a katonai drón. Látjátok? Most, hogy offline módban vagyunk, nem tudjuk összeméregetni másokkal, hogy nekünk mekkora. Csak mondom. De legalább nem jönnek az invite-ok, amiket amúgy nem lehet kikapcsolni a menüben. A mostani feladatunk az az, hogy kidurancsuk a lufikat. Akkor mi értelme játszani? Na hát ez az! Na hát ez az! Hogy tudom összemérni mással, ugye? Csupán 45 lufit kell kidurantani. És akkor jöhet majd a Battle Royale mód. Júj! Oh, azt hittem, az kimarad. Mint hogyha valamelyik irányba húzna a kontrollere, majd nem tudom, olyan... nem tudunk egyenesen menni. Vagy csak én bánok rosszul a kontrollere. Látjátok, nem figyeltem oda eléggé a tutoriára.
Megbolondult, srácok. Megszállta az ördög. Na tehát, igen, fordulunk, megyünk. Szerintem elég elmenni mellette, kipukkad úgyis. Lehet igazad van, Connor. Lehet a szél miatt? Á, szerintem itt még ilyen nehezítés nincsen. Tutoriában is lehet versenyezni a legjobb idél? Hát remélem, remélem. Mizuku Lars. Most elsolvasok a feladatot, mert annyira kemények vagyunk, srácok. Bum! Jaj! Valami megszállta a kontrolleremet. Egy démon. Szevasz, Willy! Easy! Mi? Még? Jaj, de hát... Jó, közben levágjuk az ágakat, a gajakat. Azt mondja, get the next one. Ja, ott van. Köszönöm, nem látom, ott van. Hát, én nem tudom. Szerintem ennek a drónnak nem így kéne működnie. Felcuppanni az ágra. Tehát én nem értek hozzájuk. Átment pókemberbe, igen. Balloon Hunt. Hát, újra. Biztos, hogy nem megyünk újra. A Next-re nem lehet rányomni amúgy. Ez hogy van megírva a srácok? Tehát back, exit és a play again. Kontrollerre lehetetlen kiválasztani a Next-et. Jaj, játék. Csak egérrel. Hát még konzolon is. Jó. Na, végre van időlimit. Na ez az, ami nekünk való. 6 szóljon. Jó, mehet. Go. Let's go. Let's go! Nagy volt a pofánk, srácok. Tövég nyomjuk. Beta a game? Nem, hiszem... Szerintem, hogyha mondjuk, simán lehet, hogy 5 év alatt még mindig beta. Majdnem elszólás áldozata lettem. Így van. Mi? Újra.
csávókám nem akar eltűnni amúgy onnan alulról? Azt hittem nem lesz meg, srácok. Oh. Hú. Na, kész. Játszottuk, srácok, a játékot. Hogy mutogatják a drónokat. Ameddig mutogatják a drónokat, addig iszok. Most mi történik szerintetek? NPC bot! De várjál már! Most ez mi? Na jó, hát ne haragudj már, de... Tehát, hogy... Ja, nem lehet átállítani a kameramódot. Értem. Tehát végignyomtuk a tutoriált third personba, és elindul valami first personba. Értitek? Jó. Hát mindjárt ki... Hát, mindjárt ellehányom magam, mi ez a nézet. Jézusom! Ez micsoda volt? Már nem azért, srácok, de ez mi? Ez mi volt? Na igen, tehát ott van rész. Ott van. Rész 1. Na. Igen, és látom, hogy ez még mindig a first person. És nem lehet átállítani, nem lehet kameramódot váltani. Jó, hát akkor... Srácok. Ezt majd megcsinálja, aki... vágja ezt a drón irányítást. Na, vannak itt ilyen missziók. Az alapok. Ugye ezt csináltuk most. Behind the Googles. Wow. Tehát ugye, gondolom, ennek az a lényege, hogy itt a drón kameráján keresztül irányítod a drónt. Wow. Csak nem értem, hogy ez miért a... Tehát, hogy... Na mindegy. Ez hülyeség volt. Ez hülyeség volt. Jól van. Hát jó, most már tudjuk, hogy mik ezek a missziók. Become DRL pilot. Én az akarok lenni. Nézd meg. Rögtön itt valami kisrácot promózik. Tehát rögtön Teach TV azt mondja. Persze. Ez amúgy működik? Nem. Nem, de azért meg lehet nézni a kisrácot. Ez ennyi volt? Jó. Na tessék! Na, erről beszélünk. Én azt szeretném. Ez micsoda?
US Air Force Racetracks X. Tehát itt kírja, hogy a B-vel, azaz a körrel lehet backelni, de kijelöli alapból a back-et. Hú, basszus, van baj. Van baj, srácok. Azért... Van baj. Ki ez a csávó? Nem tudom. Ti tudtak róla valamit? Hát most... Na. Hát itt most nem arról volt szó, hogy katonai drónt fogunk irányítani, hát ez ugyanaz a gagyi drón. Ja, és megint first personba. Ezt lehet állítani. Orbitális kamerát is lehet benyomni. Jó. Ja, amúgy ez határozottan nem ugyanaz a drón. De itt nincsenek lufik. Szerinted csak ez a drón van. Persze. Jó ez. A tutoriál jobban ment. Forduljunk egy kicsit? Jó. Most már vágni fogjuk, srácok. Meg lesz. Jó. Jó, ez nehéz. Tolatunk. Jó. Azért befűztük a cérnát a tűbe. Nagyon jól beveszi, nagyon jó. Jó. Kevésbé jó. Azt hittem nagyon menő leszek, de nem lettem nagyon menő. Azt hittem rip drone. Ez a pálya, ez azért kemény.
Az előző first personos nézet az rendesen felkavarta a gyomromat. Jó. Szevasz, Daniel, szevasztok, srácok. Ott is van. 5 perc 38. Nem. Maps, az mit jelent? Ja, hogy több pályán is tudunk játszani. Aha, itt vannak a pályák. 2017-es világbajnokság. Virtuál szezon. Azta. Mega City. Nekem van egy mókod DJI FPV-m, hát amikor először manuálba mentem vele, nagyon felkavart a gyomrom, de utána 5-6 óra szimulátor után már semmi. Amúgy ezt a mapot nem is engedi. Belsőben? De át lehetett állítani egy belső nézetre, de a belső nézet az érzem, hogy az kicsit oda tett a gyomromnak. Ez a külső nézet még egy kicsit jobban fogyasztható számomra legalábbis. Még le is izzadtam, annyira rosszul esett ez az előző first personos nézet. Physics, ez mit csinál? Freestyle, DRL Sandbox Freestyle. Gondolj bele, mikor egy mozivászon van a fejeden és 3000 méter magasból elkezdett zuhanni. Jesus. Edit drón. Na tessék, vannak itt más drónok is. Flakó 5-ös. Harambe. Ezek ilyen drónok, srácok. Tetszik egyébként. Harambén egy cipő volt, igen.
Ez konkrétan nem tud felemelkedni, srácok. Ez sem. Valamit rosszul nyomok? Nem. Ez konkrétan nem akar felemelkedni. Jó van. Hogy lehet innen kilépni? Ez nem nekem van. Nem nekem való ez a rész. Jó. Fly. Let's have fun. Search and destroy. Na. Hát egy jó kis search and destroy. Na, kíváncsi vagyok, hogy itt mi a lényeg, srácok. Jó. Jaj ne. Kell már hülyeségeddel. Még a fogot is felhúzok. Jézus! Ja, ez valami másik mód lesz, srácok. Ez biztos nem a beginner mód. Csak mondom. Hát itt konkrétan leáll a... Leáll a drón. Azt a rohadt. Na jó, én nem tudom, ez most milyen ne? Tehát itt valami... Ja, ez valószínűleg ez a pro mód lesz. Jó. Értem. Ez gyors volt. Lehet respawn-t kérni? Végre megvan az a játék, ami sose lesz main game. Hú, de Istenem, srácok. Ne haragudjatok, de ez mi? Legalább egyet találjunk el! Egyet! És egyet sem. Majd azt. Megyünk vissza. Ó! Oh. Siker, srácok, siker. Hát ez volt a pro mód, amiben nem sok segítség van így az irányítást illetően, tehát úgy néz ki, hogy de hát ez az easy volt. Ja, át lehet rakni? Akkor jó. Én nem hiszem, hogy belülről 1000-szer jobban menne, de hát... A gyomor tartalmam is 1000-szer jobban menne ki belőlem. Hogy jár már ezzel a hülye beállítással? Na. Oké. Okay. Na. Itt nem áll a motor. Oké. Okay. Mondom, azért search and destroy, mert a feketéknek nem lehet neki menni.
Neki mehetünk? Jó, majd az utolsónál. De csak miattatok. Amúgy neki megyünk ma a smicolta. Vele már megvan. Boosted. Igen. Nem szabad neki venni a feketéknek, srácok. Jó, nem tudom, én inkább ki akarok lépni. Na. Nem hiszem, hogy eddig lett volna rá példa az elmúlt kicsit több mint egy évben, hogy jön egy epic játék, amit majdnem hogy kidobom a tacsot. Számomra ez nem szórakoztató játék. De azok számára, akiket érdekel a drónozás, azok számára biztos jó. Drón rajongók számára. Biztos jó lehet. Főleg valószínűleg akkor, hogyha van olyan kontrollered, és így be tudod gyakorolni a mozgást. Nem tudom. Ez a játék számomra, mint játék elbukott. De legalább megtapasztalhattuk, hogy milyen drónozni. És hogy ez a nézet valószínűleg IRL se fogja adni nekem, hogyha esetleg drónt akarnék irányítani a jövőbe. Legalább erre ha másra nem is volt jó. Remélem, hogy tudtam segíteni nektek azzal kapcsolatban, hogy ezt most így be akarjátok gyűjteni. Vagy egyáltalán ki akarjátok próbálni. Legalább most működött. De lehet, hogy azért működött, mert a Fortnite szerverek éppen nem működnek. Nem tudni.